Önök a Zemplén Televízió hírműsorától a hírhetet látják, jó estét kívánok! Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Az egyházi és a nemzetiségi iskolákban is zajlik már az oktatás Sátoraljaújhelyben. Bányásznap Telkibányán, emlékezés a hagyományokra. További 50 fővel nő a foglalkoztatottak száma Tiszakarádon. Már több mint 220 tanulója van a Sátoraljaújhelyi Református Általános Iskolának. A városban a legfiatalabb iskola az övék, amelybe már nem csak a városból, de egyre több vidéki gyerek is jár. Ennek köszönhetően a korábban lezárt és nem használt termeket is birtokba vették ebben a tanévben, miután a nyáron több területen is tudtak felújítani. Így nagyobb térben, nagyobb lehetőségekkel vágnak bele az új tanévbe. A tesi pólót, a tesi nadrágot, tornacipőt, benti cipőt, tornazsákot, iskolatáskát, füzeteket, ceruzát is vonalzott. És te már esetleg tudsz valamennyit írni, vagy itt fogsz megtanulni? Már tanultad a betűket otthon úgy magadtól, ilyen érdekességképpen? Csak a nevemet tudom még ráírni. Hanga hosszan sorolja, mit kell megvenni a tanévkezdéshez, neki sem idegen már az iskola, hiszen hónapokkal korábban járt ide előkészítő foglalkozásra. 20 elsős kezdi meg a tanévet a Református Általános Iskolában, és bizony attól, hogy iskolapadba ülnek a nebulók, nem lettek egyből iskolások is. A maci még ugyanúgy része a felszerelésnek, mint a toll és a ceruza. Tudja ezt a tanítónéni is, aki sok-sok játékkal készült erre a napra. Én nagyon fontosnak tartjuk az óvodából az iskolában való átmenet megkönnyítését. Ez nyilván nagyon nagy lépcső a gyerekek, a szülők és a pedagógusok szempontjából is. Igyekszünk zökkenőmentessé tenni. Az első egy-két hét még egy picikét óvodás, egy picikét iskolás, sok játékkal, szabadidős foglalkozásokkal igyekszünk átvezetni a gyerekeket az iskola világába. Ebben a tanévben már több mint 220 gyerekkel kezdték meg a tanévet a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Iskolában. Több vidéki iskolából is jöttek ide diákok, így nem csak az első osztálya bővült a létszám. Ezért is volt szükség a felújítás folytatására, amit 2012-től folyamatosan végeznek a régi épület részeken. Már minden tantermet felújítottak, új tornaszobát is kialakítottak, és kívülről is tatarozták azt a részt, amelyet korábban nem sikerült felújítani. Az évet 227 fő tanulóval kezdtük meg, tehát ez egy hatalmas létszám a tavalyihoz képest, hiszen több gyerek érkezett be vidékről, és az első osztályosok száma az 20 fő, úgyhogy pont egy osztályi gyerek így összejött nekünk, nagyon jó képességű osztály, nagyon várták már az elsősök azt, hogy iskolába jöjjenek, hiszen itt a nyár folyamán már jöttek be gyakrabban az épületbe, egyrészt azért is, hogy az invitóra felkészüljenek, az invitó műsorra, úgyhogy meg az előtti iskola előkészítő foglalkozásokon is ezek részt vettek, úgyhogy ismerték az iskolát, de már várták azt, hogy elkezdődjön a tanév. Az iskolában a tanári testület nem változott, egy tanító érkezett a csapathoz, így a gyerekeknek nem kell új nevelőket megszokni és megismerni, így ebből a szempontból is könnyebben indulhat az új tanév. Telkibánya nevében az aranygombos jelző a hajdani nemesérc bányászatra utal. A település a hajdani Felső-Magyarországi Bányavárosok Szövetségének tagjaként híven őrzi a középkori nemesérc bányászat tárgyi és kulturális emlékeit, melyek egy jelenkori virágzás a zálogának is tekint. Éppen ezért teremtett hagyományt 3 évvel ezelőtt az első bányásznap megrendezésével. Ebben az esztendőben pedig református istentisztelettel, a bányássírok megkoszorúzásával, illetve az Ósva-völgyi gejzíres kút felavatásával emlékeztek meg Telkibánya bányászati hagyományairól. Ünnepélyes keretek között vonultak be a református templomba a hajdani Felső-Magyarországi Bányavárosok Szövetségének tagjai. Ünnepi istentisztelettel kezdődött ugyanis az a bányásznapi program, melynek keretében az egykori nemesérc bányászatnak állítanak emléket Telkibányán. Ebből az örökségből építkezik a település, de már 21. századi formában. Hagyományunkat nem csak ápolni kell, hanem nekünk kötelességünk, hogy fenntartjuk ezeket. Volt múltunk, van jelenünk, és nekünk jövőnek is lenni kell. A jövő csak úgy fogja ezeket megismerni, ha mi ezekkel foglalkozunk, ha ezekkel mi ápoljuk és összetartjuk. Ezért is hívtuk ezt a rendezvényt örökségünk ápolásának,
hogy ebbe is bele legyen minden fogalmazva, hogy miről is van itt szó, örökségünk. Mert ez a mi örökségünk. A 13. században telkibánya aranykorát élte. Szeretnénk azt, hogy valamiféleképpen megint csak az aranykorát élje, ha már most nem az, hogy termeljük az aranyat, hanem a turizmusnak be tudjuk mutatni azt, hogy mi is volt Hajdanán. Az Isten tiszteletet követően megkoszorúzták a temetőben nyugvó bányászok sírját, ezzel is jelképezve, hogy a felvidéki bányavárosok együttműködésére ugyanúgy szükség van most is, mint ahogy az a középkori nemesérc termelés virágzása idején volt. Ez nem csak egy bányászati megemlékezés, hanem egy örökségvédelmi nap is, ami megvédi azt az örökséget, ami itt Telkibányán a bányászat hagyományozott a településre. Ma már egy kis település, mégis úgy tartjuk számon, hogy bányaváros, hiszen a Felső-Magyarországi Bányavárosok Szövetségének tagja volt, és ezt a hagyományt ápolva ma is meghívja ezeket az egykori önkormányzatokat, bányásztelepüléseket a felvidékről. Az ünnepség utolsó állomásaként felavatták a felújított Ósva-völgyi gejzíres kutat. A kút helyreállítását Benke István bányamérnök kezdeményezte. A forrás tetőfedést kapott, a felette elhelyezett állatok pedig a természet közelségét jelképezik. Mikor megszűntek a nagy vulkáni kitörések, nem nyugodott meg itt a természet, hanem még pöfékeltek a gejzír tavak, itt füstölt, ott egy forró víz tört fel, és ezt is ez hozta létre. Egy forró vízes kitörés, ami nagyon sok kovasavat hozott magával, és lassan-lassan építette fel ezt a kúpot. Később, amikor kihűlt, megmaradt ez a forrás. A tervek között szerepel, hogy a jövőben is minden évben felújítanak egy a telkibánya múltját őrző, de a település jelenében is fontos történeti emléket. A Sárospataki Vaj Miklós Református Szakgimnázium szakközépiskola és diákotthon tanulói a pihenés mellett nyári gyakorlatuk során is eredményesen teljesítették kötelezettségeiket. Ez idő alatt különféle felújítási munkálatok zajlottak az iskola épületében, mondta híradónknak dr. Téglás Zsolt igazgató. Hozzátette, hogy emellett tovább erősödött a külföldi partnerintézménnyel fenntartott kapcsolatuk is. Hétfőtől már a Sárospataki Vai Miklós Református Szakgimnázium szakközépiskola és diákotthon tanulói is birtokba vették az épületet és az osztálytermeket. Dr. Téglás Zsolt igazgató ennek kapcsán az iskolát érintő pozitív rendszerbeli és szakképzést érintő változásokról számolt be. Ilyen például a holland testvériskolákkal való kapcsolat kibővítése. Ezen testvériskolák korszerűségében jelentős technikai változást biztosítanak az intézmény számára. Holland testvériskolákkal való kapcsolatnak úgymond a kibővítése, mert jelentős technikai adományt kaptunk a holland iskoláktól, tehát digitális táblákat, interaktív táblát és egyéb eszközöket, amelyeket szintén oktatási célokra fordíthatunk. Az idei tanévben lesznek még újítások, itt legfőképpen kiemelném az elektronikus naplónak a bevezetését, a Kréta rendszer alkalmazását az idei tanévben a Vaiban és a szakképző iskolákban egyébként is országos szinten. A szakképzés szerepe még inkább felértékelődni látszik, ugyanis érettségi után is sokan választják a különféle szakmai képzéseket. Ez régiós szinten is egyre több diákot vonz. Általánosságban elmondható, hogy maradnak a korábbi sikerszakmák, slágerszakmák, így például az asztalos, a pincér szakács, gépi forgácsoló, kőműves képzés, de van olyan szakma, amit új színfoltként indítunk el, ilyen például a járműkarosszéria és felületbevonó szakma. Én úgy gondolom, hogy az új szakképzési stratégiának, a 4.0-as képzési stratégiának a megjelenésével egyre inkább felértékelődik a szakképzésnek a szerepe itt a régiónban is, és azt tapasztaljuk, hogy érettségi után is egyre többen választják a különféle szakmai képzéseket. A Vai Miklós Református Iskola 13 osztállyal és 260 tanulóval indította el az idei tanévet.
70. tanévét kezdte meg a Sátoraljaújhelyi Magyar-Szlovák két tanítási nyelvű nemzetiségi általános iskola. Az oktatási intézményben 22 első osztályos gyermek kezdte meg tanulmányait. Az új tanévben egy új nemzetközi tanulmányi programot is elindít az oktatási intézmény, melynek segítségével a tanulók tovább bővíthetik a tanítási órákon megszerzett ismereteiket. Mert itt jó lenni, meg barátokat szerezni. Réka többek között ezért várta, hogy iskolás legyen, és minden bizonnyal sok barátja lesz, hiszen ebben a tanévben 22 gyerek kezdte meg tanulmányait a szlovák iskola első osztályában. Azért választottam ezt az iskolát, mert nagyon fontosnak tartom a nyelvtanulást. Az angol mellett ugye a szlovákot is fognak tanulni. Egy nagyon szimpatikus iskola, úgyhogy ezért választottam. Remélem, hogy a Botond is meg fogja szeretni ezt az iskolát. Szeptember 2-án a szlovák iskola a 70. tanévét nyitotta meg. Ahogy ezt az oktatási intézmény diákjai megszokhatták, a tanítási órákon túl ebben az esztendőben is rengeteg tanórán kívüli további ismeretek szerzésére lehetőséget biztosító foglalkozás vár a tanulókra. Mindemellett egy új nemzetközi programot is útjára indít az iskola. Éppen lezártunk egy Erasmus Plus programot, és tekintünk ki egy újabb Erasmus Plus programnak, és azon kívül pedig valójában, ha számadatokat mondunk, akkor 70. tanévünket kezdjük, amely azt akarom mondani, hogy egy kicsit szomorú egy hölgy életében, mert a skola, ugye ez nőnemű név és hölgyet vélünk látni mögötte, de ugyanakkor egy bölcs számadat, mely alatt sok tapasztalatot szerezhetett a tantestület és az addigi vezetése, amely egyengette az iskola útját, és ma pedig egy modern iskola előtt állunk úgy infrastruktúra és tárgyi feltételek területén, mint a módszertan alapjaiban is. A most tanulmányaikat kezdő elsősök tekintetében az iskola célja, hogy az oktatási intézmény adta lehetőségeket kihasználva, mire alapfokú tanulmányaikat elvégzik, nyelvvizsgával a kezükben lépjenek ki az oktatási intézményből. További 50 fővel növeli a foglalkoztatottak számát Tiszakarádon, Sátoraljaújhely egyik legnagyobb munkaadója a Preckasztöntödei Kft., amely a közelmúltban létesített üzemet a Bodrogközi településen. Ezzel jelentősen hozzájárult Tiszakarádon élő munkanélküliek számának csökkentéséhez, hiszen így közel 100-an dolgozhatnak itt. Ezzel együtt pedig tovább bővül egy új raktárral is a telephely, amelynek alapkövét a közelmúltban helyezték el. A dolgozók és a meghívott vendégek jelenlétében helyezték el annak az új raktárnak az alapkövét, amely a hatékony munkaszervezéshez elengedhetetlen, hangzott el a tiszakarádi ünnepségen. 2018. februárjától jelent segítséget a munkanélküliség csökkentésében a Sátoraljaújhelyi székhelyű Preckasztöntödei Kft. Tiszakarádon létesített üzeme, mondta híradónknak a település polgármestere. Karászi Zoltán azt is hozzátette, hogy eddig már közel 50 főt foglalkoztattak, ennek köszönhetően. Majd ezt a létszámot felemelhetik közel 100 főre. Ez az 50, ugye a versenyszférába átkerülnek az emberek, és nem közmunkán fognak dolgozni, az egyik ez. A másik pedig ugye, mivel a versenyszférában nagyobb, jobb a jövedelem, talán a megértés is jobb lesz ebbe a faluba. Ma, amit csinálnak itt ugye bent az épületbe, a munkahelyen, ahhoz nem kell szakmunka. Az a 800-as iskolai végzettség, vagy még az alatti végzettség is lehet, kézügyesség kell hozzá. És jó, és talán azt lehet mondani, hogy a teljesítménye legyen jó, és onnan kezdve jó keres akkor az az ember, aki dolgozik. 729 fő volt munkanélküli a korábbiakban a településen, most ez a szám lecsökkent kevesebb, mint 150 főre, tette hozzá a polgármester. Éppen ezért minden munkahelyteremtés jelentős segítséget jelent. Így most az is, hogy egy új raktár is épül. A létszámbővítés lesz nálunk, ez egy hatalmas lépés most itt a cégnek is, Tiszakarádnak is itt az életében, ez a bővülés, újabb lehetőségek, újabb munkafolyamatok kerülnek ki hozzánk. A szaktudás, hogyha kerülnek ki majd hozzánk, ha mostan célgépek, ami úgy néz ki, hogy fognak kikerülni, ahhoz kell lesz már majd szaktudás, de betanított munka lesz majd ez is. Tiszakarád település életében ez a mai nap egy nagyon jelentős nap, hiszen közel 50 új munkahely jön létre azáltal, hogy a település a térség legnagyobb munkaadójával, a Preckasztal összefogva egy olyan üzemet hozott létre,
ami lehetővé teszi, hogy a tiszakarádiak, akik korábban munkanélküli segélyen éltek, illetve a közmunkaprogramban vettek részt, most dolgoznak. Ez folytatása annak a programnak, amit 2015-ben elkezdtünk, amit most a mai napon egy újabb 50 munkahelyel bővül. A beruházás várhatóan 3 hónapon belül megvalósul, hangzott el az ezt követő helyszíni bejáráson. Végül pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Az egyházi és a nemzetiségi iskolákban is zajlik már az oktatás Sátoraljaújhelyben. Bányásznap Telki bányán emlékezés a hagyományokra. További 50 fővel nő a foglalkoztatottak száma Tiszakarádon. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel holnap este 7 órakor jelentkezünk. Tartsanak majd velünk akkor is. Viszontlátásra!